Megkezdődött a tanév a Beregszászi kistérség iskoláiban is. Ünnepélyes tanévkezdést tartottak a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos Líceumban, ahol két osztályban összesen 38 kisiskolás kezdte meg a tanulmányait. A líceum az egyik legnépszerűbb tanintézmény a Beregszászi kistérségben. A 11-esek folyamatosan ösztönzik a kicsiket, bevezetik a hétköznapokba. A többi diákok látják, hogy kik azok, akik ide fognak járni. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok, amikor már az első csengőn részt vesznek, már hazajöjjenek az iskolánkba, és ismerjék az összes többi diákot. Igyekszünk őket beszoktatni előtte 2-3 héttel. Az idei tanévet 556 diák kezdte, két első osztályban pedig 38 diákunk van. Minden évkezdés a reményekről és az ismerkedésről szól. A Kossuth suliban azonban már ismerősként köszöntötték az elsősöket, hiszen ők már részt vettek az iskola beszoktató napjain. Nagyon nagy várakozás volt, nagyon örültünk a két osztályi gyereknek. Hagyományokhoz híven nálunk kéthetes, úgymond beszoktatási időszak van. Ezzel készítjük fel a gyerekeinket arra, hogy mikor beindul a tanév, akkor már ismerjék az iskolát, ismerjék a közeget, otthonosan mozogjanak a területen. Tudják, hogy a nagy épületben nagyok vannak, az alsónak egy teljesen külön épületrendszere van, ami mögöttem látható. Ebben az épületben csak a kicsik vannak, az első 4 osztály és a napközis termeink, úgyhogy ez az ő kis birodalmuk, ezt már kezdik megszokni, megismerni a felnőtt arcokat, a tanítónéniket, aztán majd, amikor már szeptember 1-én, ugye mai napon elindultunk lassacskán a diáktársakat is, de már nincs az a félelem bennük, kicsit fel tudtuk mérni, hogy milyenek, ki a cserfesebb, ki a csendesebb, hogyan fogja a ceruzát, felkészült arra, hogy ő mától igazán kosutos kis diák legyen. Idén a Beregszászi kistérségben 395 elsősnek szólalt meg az első csengő. A Beregszászi kistérségben szeptember 1-én 24 iskola nyitotta meg kapuit, 395 elsős kezdte meg az idei tanévet. A kistérségünkben több mint 5000 gyerek fog tanulni. Nagyon örülünk, hogy majdnem minden iskolába tudtunk első osztályt nyitni. Továbbra is, ahogy eddig is volt, biztosítjuk az elemi osztályokban a tanulást a szülő helyen. Minden faluban működik az elemi iskola. A legnagyobb létszámú iskolák a városban vannak, ez a Bethlen Liceum, a Potrusnyák Liceum és a Kossuth Liceum. A Kossuth Liceum is bekerült azon ukrajnai iskolák közé, amelyeket Volodymyr Zelenszky is köszöntött Zoom rendszeren keresztül. Üdvözlök mindenkit, minden iskolát és mindazokat, akik követik az élő közvetítést. Köszöntöm a kicsiket és a nagyokat, a tanulókat és a tanárokat is szeptember 1-e alkalmából. Örülök, hogy ilyen módon tudunk beszélgetni. Ez nagyon jó dolog. Jelenleg az iskolásaink különféle körülmények között kezdik meg a tanévet. A teljes körű orosz invázió előtt szeptember 1-e mindannyiunk számára egyforma volt. Viszont most, szeptember 1-e mindenki számára eltérő. Közel 13 ezer iskola kezdte meg idén a tanévet, több mint 3 millió 700 ezer diák. Sokan közületek már az iskolában kezdhették meg a tanulást, aminek nagyon örülök. Valamikor ez annyira megszokott volt, hogy még nem is gondoltunk rá, hogy ez milyen érték. Most viszont, amit ti és mi is mindannyian értünk, hogy közel 1 millió gyerek továbbra is online formában fog tanulni. Még 1 millió diák vegyes képzési formában kapcsolódik be az oktatási folyamatba, többségük Ukrajna területén. De mi nem feledkezünk meg senkiről sem. Bárhol is legyetek most, és bármilyen is legyen ez a szeptember 1-e, ma mindannyian ukránok vagyunk. A tanév köszöntése mellett Volodymyr Zelenszky bemutatta a fiatalok számára a tanulmányaik elősegítésére létrehozott Mria elnevezésű applikációt is. Сьогодні я тут, щоб представити саме такий державний проєкт,
Ma azért vagyok itt, hogy bemutassam nektek azt az állami programot, amely mindnyájatoknak segíteni fog. Segít a diákoknak, a tanároknak és a szülőknek is. Segít az elsősöknek és a felsőbb éveseknek is, a jelenléti oktatásban résztvevőknek és az online tanulóknak is, az Ukrajna területén és az idéglenesen külföldön tartózkodó diákoknak egyaránt. Ez a mi ukrán oktatási álmunk, a MRIA alkalmazás. Ezt az álmunkat lépésről lépésre valósággá változtatjuk. Sokan már ismeritek a GIA alkalmazásunkat. Országunk lakosságának fele már használja a GIA-t. Most elérkeztünk a következő szakaszhoz, amit mi MRIA-nak neveztünk el, mert ez az alkalmazás rólatok, rólunk és a jövőnkről szól. A Kossuth Líceum, amely korábban vendégül is látta az elnököt, egyetlen kárpátaljai magyar intézményként vehetett részt az online beszélgetésen. Azért fontos, mert úgy gondolom, hogy látnak minket, hallanak minket, és az, hogy jelen lehetünk megint egy zoomos órával, az elnökkel, és szólhatnak hozzá a diákjaink, ez azt jelenti, hogy meg tudjuk magunkat mutatni, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk, és hogy ebben a nehéz helyzetben is kitartunk. A tanévvel kapcsolatban mind a szülők, mind pedig a tantestület tagjai reményüket fejezték ki, hogy nem csak az iskolai ünnepségeket, de a tanévet is az iskola épületében tudják majd folytatni jelenléti oktatás mellett.